Ismét tüntettek Budapesten, a demonstrálók lemondatnak a kormányt és a NAV elnökét. Az egykori olajbizottság szakértője szerint fel kell oldani az olajügyek aktáinak 2085-ig szóló titkosítását. Kutfán szerint a nagykövetség tud arról, hogy az adóhatóságon belül csalások történtek. És a kormány is támogatja, hogy az üzletek vasárnap zárva legyenek, jelentette be Varga Mihály. Jó reggelt kívánok! Önök az ATV reggeli híradóját látják 6:30-kor. Üdvözlöm Önöket! Ismét több ezeres demonstráció volt tegnap este a Kossuth téren. A szónokok arról beszéltek, hogy a parlament mára bábszínházzá silányult, a kormány pedig azt várja, hogy a hideg idővel a tüntetők abba hagyják a demonstrációt. A Kossuth téren gyülekeztek a tüntetők, a demonstráció 6 órakor kezdődött el. A mi országunk, a mi pénzünk tüntetése a Facebookon 7000-en jelezték vissza, hogy mennek. Negyed hétig 1-2000-en gyűltek össze. Akik ott benn vannak, ők nem képviselnek már minket. Hagyjuk ezt! A tüntetők szerint most már nem bízhatják másra, a képviselőkre a problémáikat, azokat már maguknak kell megoldaniuk. Az első szónok Somló Eszter elmondta, hogy azt sérelmezik, hogy továbbra sem vizsgálták át a NAV-ot, továbbra is a jelenlegi korrupt vezetők kezelik az adóforintokat. A Népharag csoport képviselője szerint a kormány mindent megtesz, hogy saját hordudvarát növelje a közpénzekből. A szónok azt mondta, a kormány elvett 3000 milliárd forintnyi magánnyugdíj megtakarítást, most pedig a maradék 200 milliárd is kell neki, ezért minden megengedhető eszközzel fellépnek a hatalom ellen. A tüntetésen kívül más eszközök is vannak, amivel erőszakmentesen megmutathatjuk az erőnket. Ilyen a sztrájk, a korrupt üzletláncok bojkottálása, a kormányhivatalok tiltakozó levelekkel való elárasztása, vagy az aláírások gyűjtése a népszavazás kötelező kiírásához. A rövid beszéd után a tömeg a Lánchídon keresztül elindult a várba. A több ezer tüntető a Kossuth térről a Lánchídon át vonult a várba, a Sándor palotához. Itt hallgatták meg a tüntetők az újabb beszédeket. A szónokok azt követelték, hogy legyen vége a korrupciónak, és a köztársaságot, valamint a demokráciát éltették. A tüntetés este 8:30 körül ért véget. Ez a hatalmi elit... Vágó Gábor, az LMP volt politikusa, azzal kezdte, ez a hatalmi elit megszállta az országot. Törvénybe foglalták tolvajlásaikat, és beleszóltak a piaci körülményekbe is. Ezen az őszön azonban valami megváltozott, mondta, és visszakövetelte az eltulajdonított javakat. Lázár János, kérjük vissza a trafikokat! Selmeci Gabriella, kérjük vissza a magánnyugdíjunkat! Sorbán Viktor, kérjük vissza az országunkat! Farkas Otto, a szónok versenygyőztese azt mondta, az elszegényedés nem véletlen, módszeres kizsákmányolás folyik. Mindig egy adott réteg van a célkeresztben, míg a rendszer egy másikat bűnbaknak kiáltva egymásnak ugraszt. Szabó Sándor magánnyugdíj megtakarítását elvette a kormány. Azt kérdezte, kinek a zsebébe került a pénz. A szónok szerint forognának a sírjukba őseink, ha meghallanák Kölcsey epigrammájának mai változatát. Csalok, lopok, hazudok, s az arcom mosolyra derül. Szerintetek jó ez így? Ezt mi hagyjuk? Egy egykori tűzoltó is bemutatkozott, azt mondta, ő az, akinek nincs ingatlanja a Pasaparkban, pontosan tudja, hogy a lakása hány négyzetméter, nem jár Dubajban és nem is vadászik. Tudni akarom, hogy azok, akik ebben a nagy házban ott lent engem is képviselnek, azok nem adnak el apró pénzért sem engem, sem hazámat. Paul Tamás végül azt mondta, olyan országban szeretne élni, ahol nem adnak elsőbséget a politikusoknak és jog biztosítja a szabadságot. Karancsi Tibor, az egykori olajbizottság szakértője a tüntetésen a korrupciós ügyekkel kapcsolatban arra várta a választ, hogy vajon mi indokolja, hogy az olajügyekkel kapcsolatos aktákat 2085-ig titkosították. Megkérdezte, mennyire fogja ez érdekelni az embereket majd akkor. Mint mondta, ez volt a több milliárdos csalás Magyarországon, amire nem sikerült fényt deríteni. Arra is választ vár, miért nem jutott eszébe egy belügyminiszternek sem, hogy titok gazdaként feloldja a titkosságot. Kérjük meg a belügyminiszter urat, hogy oldja fel a titkosítást, és nyíljanak meg végre az olajakták. Derüljön ki végre az igazság, mert úgy érezzük, azt látjuk,
hogy az akkor indult gyomosodás lassan minden talpalatnyi földet elborít. Kérjük meg rá? Akarjátok? Derüljön ki végre az igazság? Akkor útjára fogunk indítani egy petíciót, és azt kérjük, hogy támogassátok a célt az aláírásotokkal. Az amerikai ügyvivő nem azért vett részt a korábbi tüntetésen, mert feltétlenül támogatja a demonstrációt, hanem azért, mert kíváncsi, hogy mi folyik a magyar társadalom mélyén. Erről beszélt André Gutfreund a Dialógintézetben. Úgy fogalmazott, ha a nagykövetségen kuksolnánk, azért bírálnának, hogy nem követjük azt, mi folyik valójában. Az új amerikai nagykövet Colin Bradley Bell érkezéséről pedig kijelentette, alig várja, hogy megérkezzen, szeretne ugyanis olyan emberrel dolgozni, akinek olyan kommunikációs háttere van, mint Bellnek. Gutfreund szerint a diplomácia alapja a kommunikáció. Nyílt levélben követel magyarázatot Vida Ildikó az amerikai ügyvivőtől. A NAV elnöke nem érti, hogy André Gutfreund milyen bizonyítékok alapján beszélt korrupt cselekményekben résztvevő kormány alkalmazottakról. Az ügyvivő a Heti Válasznak azt mondta, az Egyesült Államoknak tudomása van az adóhatóságon belüli csalásokról, és ezekben az ügyekben úgy tudja, hogy még nem indult nyomozás. Ezen a papíron, amit átadtak nekünk, nincsen se aláírás, se fejléc, se pecsét, egy fecni. Ennyivel intézte el Orbán Viktor azt a dokumentumot, amiben az amerikaiak emlékeztették a magyar kormányt a korrupciós ügyekre. André Gutfreund a Heti Válasznak adott interjújában elismeri, hogy azok nem tartalmaztak bizonyítékokat. De hozzátette, ezen felül az Egyesült Államok bizonyítékait is átadta a magyar kormánynak. Ezt ma is cáfolta a kormány szóvivő. Az a fecni, az nem több, mint egy fecni, azon nincsenek bizonyítékok. És más olyan dokumentumról, amelyekben bizonyítékok lennének, nincsen tudomásunk. Az ügyvivő azt is mondta, magyar állampolgárok és cégek is adtak információt a magyar hatóságoknak az adóhatóságon belüli csalásokról. Vida Ildikó ezt magára vette, és rögtön ki is kérte magának. Egy nyílt levelet írt az amerikai ügyvivőnek, amiben magyarázatot követel, mert szerinte rágalmazás, amit André Gutfreund csinál. Vida Ildikó azt is írta, hogy etikátlan, ízléstelen és méltánytalan, ahogy őt támadják. A DK szerint az ügyvivő állítása olyan súlyos, ami nem maradhat következmények nélkül. Ha igaz, amit az amerikai ügyvivő mond, akkor egy bűnöző felel ma 10 millió magyar ember minden adóforintjáért, és ez azt is előrevetíti, hogy egy ilyen korrupt kormány sokáig nem maradhat a helyén. A kitiltási botrány miatt korábban az LMP-s Szél Bernadett is válaszokat várt a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. Tálai András válaszolt. Levelében azt írta, hogy továbbra sincs ügy, és nem akarnak a NAV-ban bizonyítékokat eltüntetni. Vizsgálat azonban zajlik a NAV-on belül. Az LMP-s politikus szerint azonban elfogadhatatlan, hogy a kormány még mindig úgy tesz, mintha nem lenne ügy. Ahány napig a kormányzat nem lép abban érdemben, hogy ezt az egész korrupciós ügyet, ami a NAV-val kapcsolatban felmerült, érdemben kivizsgálja, annál mélyebbre kerülnek ők maguk is abba a gödörbe, amit igazából most már látszik, hogy saját maguknak ástak, és ásnak továbbra is. Az LMP szerint, ha a kormányzati ellenőrzési hivatal leszállna a civilek vegzálásáról, elkezdhetné vizsgálni a NAV-ot. Közleményt küldött az ATV-nek John McCain, a republikánus szenátor, ebben részletesen felsorolja a magyar demokráciával kapcsolatos agályait. A politikus korábban a szenátusban tartott beszédében újfasiszta diktátornak nevezte Orbán Viktort. John McCain a közleményében nem is mételte meg az újfasiszta kifejezést, de nem is kért bocsánatot. Bombera Krisztina tudósít az Egyesült Államokból. John McCain arizonai szenátorit Amerikában közismerten a forrófejű, impulzívan és néha sarkosan fogalmazó politikusok közé tartozik. Ez is része annak, hogy itt ismert és elismert. Legendás, kemény idézetek sorát tudja felmutatni sok évtizedes politikai pályafutása során, és ezek közt nagyon sok az oroszországi vezetést kifogásolja. McCain Vladimir Putyin államvezetési modelljének az egyik legnagyobb ellensége az Egyesült Államokban, és nem válogat a jelzőkben, amikor Putyinról beszél. Nem meglepő tehát, hogy McCain szenátor különösen érzékeny azokra a politikusokra, akik Putyint bármilyen módon támogatják, és az ilyenek közé sorolják itt Orbán Viktort is, aki ráadásul egy szövetséges NATO tagország miniszterelnöke. Ezért hát különösen érdekes, hogy McCain szenátor a szóbeli újfasisztázás után hozzám is eljuttatott közleményében egyetlen szóval sem említi Oroszországot.
a magyar demokráciának és jogállamnak a magyar kormány általi gyengítésére koncentrál, és minden érvét alátámasztja ismert nemzetközi szervezetek konkrét elemzéseivel a magyar helyzetről. McCain idézi a Velencei Bizottságot, az EBESZ-t, az Európai Központi Bankot, sőt magát Orbán Viktort is, a tusványosi illiberális beszédet. McCainnek a közleménnyel valószínűleg két célja lehetett, azon kívül, hogy eszeágában sincs bocsánatot kérni. Egyfelől rámutatni arra, hogy nem csak egy nagyhatalmi játszma mellékszereplőjeként, orosz barát külpolitikája miatt bírálják a magyar kormányt, hanem a belpolitikai törekvései miatt is. Másfelől McCain szenátor ezzel a szinte iskolásan pedáns írásával arra is rámutat, hogy bár a magyar kormány szereti azt mondani, hogy a kritikusok nem ismerik jól a magyar helyzetet, ennek éppen az ellenkezője igaz. Alaposan tájékozódnak. A kormány is támogatja a vasárnapi zárvatartást, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály volt az, aki egy interjúban korábban elutasította a vasárnapi zárvatartást. Közben Lázár János törvénymódosító javaslatot nyújtott be arról, hogy a nemzeti dohányboltoknak is zárva kellene lenniük vasárnap. A miniszter ezt az ötletét azzal indokolta, hogy így kevesebb munkavállalónak kellene dolgoznia. 17 kilónyi arany került 1987-ben az MSZMP-hez, majd tűnt el rejtélyes körülmények között 1998-ban. Az ügynek Ungvári Krisztián történész próbált utána járni. Az MSZP-nél híradónknak azt mondták, semmit sem tudnak a nagyjából 160 millió forint értékű aranyról, így nyilatkozni sem tudnak. Krüger aranyérmék egy internetes felvételem. Ilyen, illetve úgynevezett Napóleon aranyérméket adott át egy francia-izraeli magyar állampolgárságú férfi az MSZMP-nek a Párizsi Nagykövetségen még 1987-ben. A történetnek Ungvári Krisztián próbált utána járni. A történész a Figyelőben azt írja, hogy a 17 kilónyi aranyat jelentő gyűjtemény aztán az MNB-be került. Az MSZP 1990-es vagyonmérlegébe nem került be a gyűjtemény. Ungvári Krisztián annyit tudott meg a Magyar Nemzeti Banktól, hogy az érméket 1998-ban átadták egy ügyvédnek, aki egyébként több MSZP közeli cég felügyelőbizottságának is tagja volt. Akkoriban Puh László volt az MSZP pénztárnoka, aki nem árult el Ungvárinak, hogy mi lett a pénzzel. A Figyelő újságíróinak pedig azt mondta, hogy semmit nem tud az ügyről, és nem az MSZP, hanem az adományozó családja kérte meg az ügyvédet a letét felvételére. Kerestük a Magyar Nemzeti Bankot, ahonnan adásunkig nem válaszoltak. Az MSZP-től egy rövid írásos választ kaptunk, amelyben az állt, a pártnál dolgozó politikusok, munkatársak egyike sem rendelkezik az üggyel kapcsolatos információkkal, ezért tájékoztatást sem tudnak adni a témában. Biztos vagyok, hogy a akkori legfelső pártvezetésnek, különösen a pártpénztárnokainak pontos tudomással kellett lenniük. Megengedem azt, hogy sokkal nagyobb pénzeket is mozgattak a sötétben, de hát azért 170 millió forint se csekéség. Különböző érmék egy numizmatikai szaküzletben. A cikkben szereplő érmefajták nincsenek közöttük. A Krüger Anders hasonló méretében is, értékében is, mint az a mexikói aranypénz. A Krüger Anders egy picit kisebb, de ugye azért érzékelhető, hogy ez egy tömör aranypénz. A szakember szerint egyik érmének sincs numizmatikai értéke. Hát ezek abszolút nem ritka dolgok, napi szinten adják veszik őket, az emberek hozzák be az üzletünkbe is. Ezeket hiába kerülnének elő, mondjuk ez adott esetben bármi ebből a gyűjteményben nem lehetne felismerni. Ezek millió számra vert befektetési aranyérmék. Ezeknek az érméknek az értékét a benne lévő arany súlya adja. A Napóleon aranynak 6,5 g tömege, az értéke jelenleg 70 ezer forint. A Krüger arany 31,1 g, a piaci értéke jelenleg 300 ezer forint. Az eltűnt gyűjteményben 4500 érme volt, ez jelen áron mintegy 160 millió forintba kerül. Kerekév fordulót ünnepel az El Al, Izrael Nemzeti Légitársasága. 25 éve indította el első közvetlen járatát Budapestre, Tel Avivból. Nem sokkal azután történt ez, hogy Magyarország helyreállította diplomáciai kapcsolatait a zsidó állammal, amely az 1967-es arab-izraeli háború után 22 évig szünetelt. Az évfordulón az izraeli nagykövet kipróbálta az El Al repülőgép szimulátorát, amelyet pilóták képzésére is használnak. Ilan Mor egyébként korábban dolgozott is a légitársaságnak. A nagykövet szerint az El Al jól csengő márkanév a világban, amit többi között a szigorú biztonsági előírások betartásával ért el. Az El Al valami olyan, ami Izraelt egyedivé teszi, nem csak a hasznossága miatt, nem csak azért, mert hála Istennek jóformán nem voltak balesetei, de biztonsági okokból is számunkra az El Al azt jelenti, repülj külföldre, de érezd magad otthon. A
Ahogy megszokhatták, a híradó után azonnal kezdődik a Start, és ebben szó lesz a gyermekszegénységről, a veszprémi választás esélyeiről, illetve John McCain szavairól is, de részleteket most elmondja önöknek Róna Jégon. Jó reggelt! Jó reggelt! Ennél sokkal részletesebben nem fogom lefejebb, névsorolvasás következik. Kunhalmi Ágnessel kezdjük, az MSZP budapesti elnökével, aztán jön Kerékbárci Szabolcs, a DK elnökségi tagja, vele valóban Veszprémről, meg McCainről, meg az egyáltalán létező, bár mindenki által másképp magyarázott amerikai-magyar konfliktusról. Aztán Szalai Berzevici Attilát várom, tudják, ők tőzsdeelnök volt Hajdanában, tekintélyes pénzügyi szakértő. Megkérdezem, hogy mi értelme van annak, hogy sorra veszi Magyarország a külföldiektől a bankokat. Ugye Magyarországot kell mondani, mert az állam veszi meg ezt. Aztán beszélünk majd arról is vele, miután ő a budapesti olimpiai mozgalom egyik életrehívója, hogy mit szól ahhoz, hogy 2024-re, de 2028-ra mindenféleképpen pályázni akar Budapest az olimpia rendezésére. Ezek az első témáink, így kezdünk. Köszönöm szépen, hírekkel legközelebb, alig 3-4 óra múlva, fél 8-kor jövök újra, addig is szép reggelt, jó ébredezést, viszontlátásra!